Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák és tisztelt érdeklődők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok ezen a helyen, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Széchenyi Emlékév kereteiben szólhatok Széchenyinek, zseniális gondolkodónak, alapvető gazdasági tartalmú munkájáról, a hitelről. Én ezt a munkát mindenképpen szeretném beágyazni a közgazdaságtudományba, egy kicsit ezt is szeretném fölvillantani önöknek, ezt az összefüggést, és szeretném összekapcsolni korunkkal is ezt a problémát, hiszen Széchenyi időszerűsége rendkívüli mértékű, ahogy olvassuk, folyamatosan kínálkoznak a párhuzamok, merülhetnek fel a további gondolatok. Most én Széchenyi eredeti munkájából is idézek néhány részletet, de igyekszem ezeket az idézeteket mérsékelni, tehát nem mindegyiket fogom elmondani, bár nagyon tanulságos mindegyik, amit összeszedtem, de egyszerűen szétfeszítenénk az időbeli kereteket, ha ez történne. Inkább megpróbálom kontextusba helyezni és rendszerezni ezt a munkát a saját szavaimmal, de ahol szükséges, ott a nagyszerű eredeti szövegeket szeretném fölvillantani önök előtt, azt aláhúzván, hogy a közelmúltban, szeptemberben megjelent a Hitel című mű mai magyar nyelvre is átírva. De én az eredeti szöveget fogom önöknek bemutatni, ahol esetleg magyarázatra szorul, akkor inkább magyarázzuk. Jó? Tehát előre nézzék el nekem, hogy nagyszerű gondolatok sokaságát fogom elkerülni, és akkor, hát ugye Széchenyi, fiatalabb, viszonylag fiatalabb kori képe, és a Hitelnek a cím oldala. Mint látjuk, 1830-ban jelent meg ez a revelatív munka. Széchenyi aláírását is láthatjuk a következő képen. Tulajdonképpen a Hitelről, ha szólunk, akkor mindenek előtt arról kell beszélnünk, hogy 1830-ban óriási feszültségek voltak Európában és Magyarországon, és később forradalmak törtek ki. Egyfajta várakozó feszültség volt a reformkor közhangulatában, és tulajdonképpen a jövőt segítő iránymutatás időszerűsége rendkívüli volt ebben az időszakban. A javaslattevő ráadásul nem akárki volt, hanem egy óriási erkölcsi tőkével rendelkező mágnás. Ennek az erkölcsi tőkének egyebek mellett a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, az akadémia céljára tett önzetlen felajánlás, ugye egy évi jövedelmet, 60 ezer aranyforintot ajánlott föl Széchenyi, és az ő példáján fölbuzdulva más főurak is adakoztak az akadémia javára, ami ma is ugye különböző közvéleménykutatások szerint a legnagyobb tekintélynek örvendő nemzeti intézmény. Hozzátenném azt is, hogy József főherceg is adott 10 000 forintot hozzá. József Nádor, bocsánat. Tehát 1830 elején jelent meg a kötet, és ugye az előzmény az az, hogy Széchenyi gazdaságfejlesztési célra egy bécsi banktól hitelt akart felvenni, ezt a hitelkérelmet megtagadták, mégpedig fedezett hiányában tagadták meg, hiába volt az ország egyik leggazdagabb földesura, a földet, a feudális jogszabályok, mindenekelőtt az ősiség és egyéb jogszabályok következtében nem tekintették a bankok fedezetnek. Ez alkalmat szolgáltatott Széchenyinek egy átfogó helyzetelemzés elvégzésére, tulajdonképpen a helyzetelemzésen túl a kornak szóló üzenet és jövőkép is megtalálható ebben a munkában. A gazdaságból kiindulva átfogó helyzetképet ad, az egész magyar feudális rendszer válságát elemzi. Tulajdonképpen nagyon sajátos helyet foglal el ez a mű a magyar gondolkodás történetében, hiszen nem csak gazdaságelméleti, hanem és gazdaságtörténeti, hanem politikatörténeti és eszmetörténeti jelentősége is óriási. Egyben nem csak gazdaságtudományi mű, az indítatás a gazdaságtudományi, egyúttal erkölcs nemesítő vitairat. Felvilágosult társadalomjavító és modernizáló publicisztika.
tulajdonképpen az ország polgári átalakulásának gazdasági és társadalmi programját foglalja össze. A gazdasági fejlődés kulcsmozzanatát ragadja meg a hitelben. Kiinduló pontja a gazdasági elemzés, most azonban egy pillanatra szeretném önöket a közgazdaságtudománnyal is egy picit közelebbi érintkezésbe hozni. Széchenyi bizonyíthatóan ismerte a klasszikus angol közgazdászokat, kifejezetten hivatkozik rájuk a hitelbe számos helyen, tehát fontos vetnünk egy pillantást erre az elméleti bázisra, ami Széchenyi gondolatrendszerében megjelenik. Ugye ezek a nevek, ugye hát mondjuk Jean-Baptiste nem angol volt, de ő is a klasszikus közgazdászok közé tartozik, tehát Adam Smith, David Ricardo és így tovább. Ezek hatást gyakoroltak, rájuk hivatkozik. Ezek között egy revelatív alapmű Adam Smithnek a The Wealth of Nations, azaz a Nemzetek Gazdagsága című munkája, amelyben összefoglalja átfogó gondolatrendszerét a gazdaságról. Adam Smith, a kitűnő skót gondolkodó, és jegyezzük meg jól, nem csak közgazdász, hanem morálfilozófiával is foglalkozott, és a kettő, ez nagyon markánsan jellemzi munkásságát, majd meglátjuk Széchenyinél is az erkölcs vonatkozásai milyen hatalmas súllyal jelennek meg ebben a hatalmas horderejű munkában. Smith központi kategóriája ez a bizonyos sokat emlegetett láthatatlan kéz, a piaci erők és ellenerők valamiféle egyensúlya, amelyet egyfajta természeti rendként értelmez Smith, és ugyanezek a kifejezések, a természeti rend a piaccal összefüggésben Széchenyinél is megjelenik. A gondolatmenet alapeleme az önérdek, tehát a piacgazdasági rendszerben az emberek önérdekből vesznek részt, ám a munkamegosztás révén összekapcsolódnak a többiekkel, és mindenki csak a többieknek tett szolgálatok arányába tud egyéni hasznot elérni. Mindenki mások számára dolgozik, mindenki egymásra van utalva, tehát az önérdek és az összekapcsolódás adja meg ennek a rendszernek az alapvető strukturális mozzanatát. Ez a bizonyos laissez-faire, ugye ezt hagyjuk menni, hadd menjen, az kifejezetten ennek a piaci gondolkodásnak az alapelve, és azt feltételezi, hogy a munkaerő mobil, a földek szabadon adhatóak és vehetőek, ha megszűnik a kereskedelem és az ipar piacellenes szabályozása, illetve általában a szabad kereskedelem, beleértve a szabad külkereskedelem működhet. A gazdagság forrásainál tulajdonképpen, itt egy G betű kimaradt, a termelő munkával foglalkozó lakosság arányát, illetve a termelékenységet határozta meg, azaz ebből láthatjuk, hogy Smith a munkaérték elmélet talaján állt. Ez a mi mostani mondani valók szempontjából nem lényeges. És húzzuk alá a morálfilozófiai tartalmat is. Tehát ez a gondolatmenet alapvetően összefoglalja a piaci mechanizmus lényegét, és maga az alapkérdés is, amit föltesz, hogy nemzetek gazdagságát próbálja magyarázni, ez miről magyarázható, ez egy rendkívül aktuális kérdés, ez ma is izgat minket, és most egy nagy ugrással egy 2012-ben megjelent munkát ajánlok az önök figyelmébe, mégpedig Daron Acemoglu és James Robinson munkáját, amely azóta már magyarul is megjelent, ugye az a címe, miért buknak el a nemzetek? Már gazdaság értelemben, de szélesebb értelemben, hiszen Acemoglu közismert arról, hogy a szélesebb kulturális történelmi összefüggéseket is elemzéseibe bevonja. Itt az eredeti kiadásnak a címoldala. Ilyen kérdésekre keresnek választ. Miért gazdag az egyik ország? Miért szegény a másik? Mivel magyarázható a nemzetek eltérő fejlődése? Tulajdonképpen Széchenyi is ilyen kérdéseket tesz fel a hitelbe. Smith is ilyen kérdéseket tett fel. Tehát a gazdaságtudomány számára évszázadok óta ezek releváns kérdések. Mint jeleztem, nem leszűkített értelemben vizsgálja ez a szerzőpár a problémát, és így a megoldás, a válasz is e kontextusban jelenik meg, tehát abban a társadalom és az ember is megjelenik, nem csak a szűkebben vett gazdaság problémaköre. Egy nagyon tanulságos kategória, alapkategória rendszert alkalmaz Acemoglu és Robinson, mégpedig megkülönböztetik az inkluzív
és az extraktív intézményi struktúrát. Elnézést a kifejezésekért, de ezeket nem magyarítottuk még eddig. De nézzük csak meg, hogy mi a gondolati tartalom ezeknek. Mi jellemzi az inkluzív intézményi struktúrát? Mindenek előtt itt plurális rendszerek vannak, politikai és gazdasági értelemben is. A tulajdonjogokat biztosítják, a részrehajlásmentes jogszolgáltatása jellemző, a cserét és a közszolgáltatásokat alátámasztó jogrend, a piacra lépés lehetséges, tehát aki kereskedni akar, vállalkozni akar, a szabadon megteheti ezt, és tulajdonképpen szabad karrierválasztás jellemző az emberek számára. Ez tehát az inkluzív rendszer lényege. Ez a rendszer képes hosszabb távon növekedésre. Ebben a rendszerben ez a bizonyos alkotórombolás, ez magyarul innováció, József Schumpeter idézve, lehetséges, sőt szükségszerű. Ez a rendszer, az inkluzív intézményi struktúra tudja ezt előmozdítani. Nézzük az extraktívnak a jellemzőit. Ebben már egy szűk réteg, egy szűk elit uralma a jellemző. Elnyomás és kizsákmányolás van. Nem érdekeltek e struktúra résztvevői az alkotó rombolásba, az innovációba, ennek az inkluzív gazdasági struktúrának a kialakulásába. Hatalmuk a régi megoldásokhoz kötődik. Inkluzív gazdasági intézmények aláshatják hatalmukat. Hát gondoljanak arra, hogy az előző ugye bukott rendszerben a különböző vállalkozási formáknak a bevezetéséért mennyit kellett harcolni, és mennyire féltek tőle a rendszer védelmezői. Tulajdonképpen ezek az intézményi struktúrák mindig meghatározott történelmi feltételek között érvényesülnek. Nyilván nagyon sok további tényező is hatást gyakorol, de ez a kategóriarendszer nem tűnik alkalmatlannak a vizsgálatra, és tulajdonképpen egy fontos tanulság, hogy az új elit gyakran megtartja a régi intézményeket, ebben az esetben csak elitcsere történik, de a rendszer minőségi megújulása nem valósul meg. Nos, hát akkor most lépjünk tovább a miért gazdag valamely nemzet problémakörére. Itt már Széchenyit fogom idézni, hiszen ez a kérdés Széchenyitől származik. Ezt a hosszú idézetet most nem szeretném felolvasni, csak az alján szerepel az a kitétel, hogy a józan szisztéma a közvirágzás és boldogság valódi alapja. Ez a józan szisztéma, ez Széchenyi gondolatmenetében a polgári gazdaság és társadalom, a feudalizmust meghaladó gazdaság és társadalom, gazdaság értelme nyilván egy piaci alapú rendszer. A következő szöveget szeretném akkor idézni. Hiszen ez a második hosszú szöveg, ez nagyon, nagyon fontos az egész hitel szempontjából. Vélekedésemet egyenesen kimondván azt tartom, mindazon szomorú következésnek, amelyeket érintenénk, s még bővebben fejtegetni fogunk, és melyeknek minden nap tanúi vagyunk, nincs főbb oka, mint pénzbeli elrendezésünk hibás elrendeltetése, és az abból természetesen következő tökéletes híja minden hitelnek. A pénzügyi rendszer problémáiról van szó, a hitel hiányáról van szó tehát. Ebben azonosítja a fő problémát. És arra utal ez az utolsó mondat, ez a cambium mercantile, ez a kereskedelmi hitel, hogy ez igen kívánatos volna, de az alkotmány, értsd, a feudális alkotmány lehetetlenné teszi ezt. Tehát tulajdonképpen a hitel hiányának azonosítása, a pénzügyi rendszer problémáinak azonosítása, ez lényeges gondolata. Akkor foglaljuk össze a problémakört, ahol minden idézetet persze nem mondhattam. Egyrészt ez a józan szisztéma a rendszer problémájára utal. Kulcskérdés egy rendszer problémáinak az elemzésénél, hogy a kritikus tényezőt hogyan tudjuk megragadni. Hiszen van egy nagyon bonyolult jelenségvilág. A jelenségvilág rengeteg esetleges tényezőt is tartalmaz. Itt a szubstanciához, a lényeghez kell valahogy eljutni. Széchenyi zsenialitását mutatja, hogy a hitel problémakörén keresztül
tudja megragadni a rendszer gyengeségeit. A hitel ebből a szempontból, mint csebben a tenger mutatja meg az egész rendszer összefüggéseit. Mégpedig a jelzálog hitelről van szó, legyünk egészen pontosak, hiszen egyébként az ingatlan és mindenekelőtt a termőföld az jelzálog hitel fedezetéül szolgálhat, ám ha ennek hiányoznak alapvető jogrendszerbeli feltételei, akkor nem tudja ezt a fedezeti funkciót betölteni, és nem tudja megalapozni a gazdaság hitelellátását. Ebből következik a következő gondolat, hogy a magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie kellene. És hát ez egy nagyon fontos gondolat, hiszen ne feledjük el, hogy abban az időszakban a gazdasági struktúrában a mezőgazdaság volt a meghatározó. Nézzük meg ezt az első mondatot. Minden más országban repülve hoznák a pénzt, és nem mivel a pénzkeresők, tán grófok, bárók, nemesek, vagy mivel jós, híres emberek, hanem mivel hipotékát, azaz jelzálogot tudnak adni, jelzálog fedezetet tudnak adni. A jelzálog fedezet hiánya magyarázza a hitelrendszer problémáit, és tulajdonképpen további idézetek is ezt húzzák alá. Itt kifejezetten arról ír Széchenyi, hogy a hitel hiánya miatt szegényebb a magyar birtokos, mint egyébként körülményei engednék. A hitelt gondolja és hiszi azon alapkőnek, amelyen földművelési és kereskedési fejlődés, mai szóval élve, egy szóval felemelkedés és boldogulás alapulhat. Most akkor foglaljuk össze ezt a problémakört, immáron nem ezekkel a nagyon veretes, de nehéz mondatokkal. A modernizációhoz tőke is szükséges, a korszerűsítéshez. Ebben az időszakban a birtokok fejlesztése nem volt lehetséges, sőt tulajdonképpen a nemesek eladósodásuk miatt, ami mögött nem volt persze jelzálogfedezet, nem is nagyon tudtak pénzt szerezni más módon. Az ősiség elavult intézménye és további a visszaháramlási jog, aztán a birtokszerzési korlátozások mind oda vezettek, hogy gyakorlatilag a földforgalom lehetetlen volt. Ha a föld nem volt eladható, akkor a bank számára nem lehetett alkalmas ugye, fedezeti funkcióra. Mi tudjuk, az ősiséget annak idején 1351-ben még Nagy Lajos vezette be, aminek akkor volt meghatározott oka, de tulajdonképpen a 19. századra ez anakronizmussá vált ez a dolog. További problémákat is azonosít azonban Széchenyi, meglehetősen provokatívnak nevezhető hangvételű alapvető munkában, nem csak a jelzálog fedezet hiányát, hanem egyéb feudális korlátokat, az egész urbéri rendszert és különböző további korlátozásokat, feudális járulékokat, mint a dézsma, és így tovább a különböző céhes rendszer és egyéb korlátozásokat, amelyek mind-mind nehezítették a gazdaság és a társadalom polgári irányú átalakulását. Most a következő veretes Széchenyitől származó gondolat, ugye Magyarországnak kereskedése nincs. Hát nyilvánvaló, ez bizonyos értelemben túlzás, de jól kifejezi, hogy az akkori Magyarország nem használta ki eléggé a gazdasági helyzetét. Tulajdonképpen érdekes módon először olyan érveket tekint át, amelyeket nem fogad el. Ezt nevezzük immanens kritikának. Tehát ezek ugyanis lehetséges magyarázatok, hogy miért volt olyan gyenge az akkori magyar kereskedelem. Hát ugye a geográfiai helyzetünk miatt például. Vagy a vámok miatt nem lehet kivinni, és így tovább. És ezeknek mindegyiknek van valami alapja, de egymagában nem magyarázhatják a gazdaság gyenge teljesítményét. Tehát Széchenyi belül helyezkedik ezek az adott érvekhez képest, és belülről bírálja meg ezeket az érveket. Hát ugye itt Pozsony képét látjuk, ami az akkori kereskedelemnek az egyik központja volt. És most én lépek így gyorsan tovább, és valami olyan konklúziót fogok mondani, ami segít a problémakört kontextusba helyeznünk. Igen, hát ez egy hosszú idézet, de
Nagyon érdekes idézet. Belső konzumció, mit is jelent ez magyarul? Belső fogyasztást jelent. A belső piac fontosságát hangsúlyozza. Anglia példáját hozza föl. Anglia manufaktúrái abban a korban termékeik háromnegyedét a belső piacon hozták forgalomba, és a negyed részük tette ki a nemzetközi kereskedelmet. És nagyon messzire vezető következtetések vannak itt. Nézzék meg, az emberek jólétére hivatkozik, hogy az emberek jóléte az, ami a belső konzumciót, a belső fogyasztást megemeli, és annál gazdagabb a haza, és annál fejlettebb is annak a gazdasága. Legyen előbb magunknak elég, és aztán másoknak. És ne csak nekünk, kedves barátom, de mindenkinek, aki hazánk levegőjét szívja. Ennek elérése véget pedig emeljük minden embertársunkat önméltóságára, lelki kifejlése által, és engedjük, hogy az emberiség jussaiban kiki osztozzék. Tehát a piaci fejlődés, a gazdasági fejlődés egyúttal a jólét növekedését, a társadalom egészének a felemelkedését is szolgálhatja. Tulajdonképpen a belső piac hangsúlyozása mellett az inkluzív fejlődés irányát hangsúlyozta Széchenyi, anélkül, hogy ezt a fogalmat használta volna, vagy ismerte volna. Itt a piaci reformok, a piacosításra vonatkozó idézetek szerepelnek, amelyeket nem részletezek, de a lényeg az az, hogy Széchenyi a hitelre és a piaci rendszer és a pénzügyi rendszer fejlettségének a korlátozott voltára vezeti vissza a kereskedelem elégtelenségét. Tulajdonképpen a reform, a szükséges átalakítás központi mozzanatának a megragadása, az a probléma azonosításból származik. Hát ha a fő probléma a hitel, akkor nyilván a jó rend, a piacgazdaság rendjéhez vezető központi mozzanat is a hitel lehet. Nézzük meg ezt a szöveget. A hiteles pénzbeli rendelkezésünk jó lábon nem állnak. Jókarban nincsenek, mely pénzünk szűkinek vagy szegénységünknek valódi oka. És hogy éppen azért józanabbat nem tehetünk, azon nyilvános és őszinte vallásnál, hogy e részben hátulra vagyunk, és szisztémánk nem ér semmit, és így előrelépni, és abban javítást tenni kell. Hát ez tulajdonképpen a reform szükségességének az azonosítása, és a teendők kimondása. Tulajdonképpen a rendszer problémára hívja fel a figyelmet, amikor azt hangsúlyozza, hogy alap nélkül nem állhat semmi, és kizárólag csak azon tárgyat bírhatjuk igazi sikerre, amelyet természetes vagy matematikai renddel kezdünk, s folytatunk. Ismét a természetes rend problémája jön elő, ugye, ami a piaci rend ebben a kontextusban, ez volt Adam Smithnél is, tehát ezt a természetes rendet egy szükségszerűen racionális rendet keresi Széchenyi maga korában, és nézzék meg a következő mondatot, ha az igazság előttünk nyíltan áll, a jó rend, mely mindennek lelke, akkor magától foly, ha megteremtjük természetesen annak feltételeit. A magától foly az azt jelenti, hogy ez a rendszer utána már önszabályozóként tud működni, ha egyszer a polgári átalakulás megvalósul. Nos, vessünk egy pillantást a hitel jelentőségére. A hitel korszakos jelentőségű, gazdasági reformot sürgető, egyúttal erkölcsnemesítő vitairat. Provokatív a kiinduló pontja, hogy a hazai birtokos osztály a hitel szűkössége miatt nem tud kitörni a helyzetéből. Az átfogó rendszerkritikában tehát a hitel, mint csebben, a tenger mutatja meg a rendszer problémáit. Egy centrális jelentőségű tényező és az általa meghatározott teljes viszonyrendszer áll a mű középpontjába, és ez a viszonyrendszer meghaladja a gazdaságot, ez a teljes feudális rendszer, beleértve annak az alapvető szerkezeti sajátosságait, beleértve az akkori magyar alkotmányt, iratlan egyébként történelmi alkotmányt is. Következő érdekes gondolat,
aminek az időszerűsége azóta is rendkívüli, hogy a tulajdon az kötelességet jelent. A tulajdonosnak kötelességei vannak a társadalommal szemben. Úgy általában gondolják meg a nemeseknek a jogaira is figyelemmel, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy hol kötelesség van, ott jussnak is, hol pedig juss, szabadság és privilégiumok vannak, ott bizonyosan kötelességeknek is kell lenni. Ezek elválhatatlanok. És ez így volt Széchenyi korában? Nem, a nemeseknek úgy voltak jogaik, hogy közben nem voltak kötelezettségeik. Tehát ennek a sürgetése pontosan egy ilyen mágnás részéről egy rendkívül provokatív akció volt. Tulajdonképpen Metternich, aki távoli rokoni kapcsolatba állt Széchenyivel, figyelmeztette is Széchenyit, hogy nagyon aggódik a tevékenysége miatt. Hála Istennek erre az aggodalomra minden alapja megvolt Metternichnek, ahogy a történelem bizonyítja. Én most itt tovább lépek, és ugye nézzük ezt a rövid bekezdést. Ez a mezei gazdaság, ez mezőgazdaság mai szóval érve. Tehát a mezőgazdaságot tudományosan és állhatatosan folytatni minden föld vagy mezőbirtokosnak szoros kötelesség, mert sok az ember, kinek kenyere nincs, és még több a mező, mely műveletlen fekszik. Tehát kötelessége jól használni az erőforrásait, akinek van. Hát mi is, amikor ma Magyarországon a földtulajdont próbáljuk szabályozni, és a földhasználatot, ebből indulunk ki. Vagy a nyugat-európai szociális piacgazdaságban van egy olyan fogalom, hogy Eigentumsverpflicht, azaz a tulajdonosnak a szociális kötelezettsége, hogy a tulajdonát használja, és a társadalom javára használja. Széchenyi alkalmazza a nemesség nemesítése kifejezést is, ami tulajdonképpen a felvilágosításon túl szélesebb értelemmel bír, morális felemelését, tulajdonképpen a polgári társadalom értékeinek az elterjesztését, kiterjesztését sürgeti. Fontos gondolatok jelennek meg egyébként, a jólét probléma körére már utaltam, de tulajdonképpen a közteherviselés az blaszfémia volt ebben az időszakban, tehát istenkáromlásnak számított. Meglehetősen burkoltan jelenik meg a hitelben, de megjelenik egyébként. Itt a belső konzumció ismét előjön, tehát a jólétnek a kérdése, hogy az emberek széles körének a jólétét kell emelni. És hát tulajdonképpen ismét Smith jegyébe térjünk át arra, hogy jelentős szerepet tölt be a gondolatmenetben a haszonelvűségnek a aláhúzása, amelyet Széchenyi olyan kontextusba helyez, hogy tulajdonképpen láthatjuk, hogy a haszonelvűség az nem rosszat jelent. Ha meghatározott kontextusban, ha teljesítményversenyek vannak, ha piaci verseny van, és egyébként ha erkölcs van, akkor és demokratikus jogrend van, akkor egészen mást jelent a haszonelvűség, mint más körülmények között. Tulajdonképpen vessünk egy pillantást erre, ez egy elég hosszú bekezdés ugyan, ennek inkább most a végét hoznám csak szóba. Nézzük csak meg ezt a szöveget. Legyen azért szónok, ki földművelést javasol, bár legékesebb és szívrehatóbb előadású is. Nem fog annyira mozdítani, mint egy száraz számolás, mely a nyereséget bizonyulja, azaz bizonyítja. És előre inkább a hidegvérűs józan számlálással, mert gazdálkodásban, kereskedésben csak haszon vagy nyereség reménye mozdít. Ez nagyon fontos felvilágosítás az akkori társadalomban, hogy tulajdonképpen a haszon követése az nem jelenti azt, hogy valaki rossz állampolgár, hogyha közben mindent megtesz a közösségért is. Aki a kereskedelemben pazarol és veszteséget okoz, az valójában a társadalomnak sem hajt hasznot. Ezt az alsó bekezdést szeretném a figyelmükbe ajánlani. A
közjóra törekedés, önmagunkért és mieinkért való fáradozás egyenlően kitelik tőlünk, csak úgy tesz bennünket hasznos egyszer s mint boldog polgárokká, ha ezen kötelességeket egymás mellett gyakoroljuk is. A jó hazafi egyszer s mint jó gazda is lehet, s kell is lennie, mert csak a takarékos és jó rendű lehet közönségesen hasznos, s nem csak lármázó hazafi. A következő gondolat a gazdagság és a szabadság összekapcsolása. Ezt a második bekezdést szeretném a figyelmükbe ajánlani. Akárki mit ábrándoz, csak a vagyonos nemzet szabad, s egyes személyekről Franklin azt mondja, könnyebben összerogy az üres, mint a telizsák. Az, ki jobban bírja magát, rendszerint függetlenebb, mint az, ki néha más segedelmére kényszerül. Többet tudhat, mert élelmére nincs annyi gond, több ideje marad öntapasztalására, gyermekeit józan nevelheti, stb. S ha lépve megyünk előre, úgy látszik, hogy a mező virágzása, kereskedés sikere, s lakosok fényes bőre a szabadsággal mindig karöltve jár. A szegénységből ellenben elaljasodás, abból pedig végre szolgaság leend, vagy pásztor is rablói életmód, mely farkashoz illő inkább, mint emberhez, ki szebb s hatalmasabb lelkek rokona. Nem meglepő módon Széchenyi gondolatmenetében döntő jelentőségű a tudás. A tudás bővítése, a társadalom felvilágosítása, szakmai és szélesebb körű felvilágosítása. Igen, ezt a bekezdést szerettem volna figyelmükbe ajánlani. Kölcsönös felvilágosítás és oktatás előbb-utóbb az igazságot ugyannyira kifejti, midőn annak fénye előtűnik, hogy az igazi jót és hasznost végre mindenki elfogadja, a bal s előítélet, tudatlanság s hazugság serege ellenben pirulva vonul vissza, s oly rettegéssel kerüli a valódit, mint bagoly s denevér a napsugárt. És ugyan tagadhatnie, hogy szinte minden, ami az emberiség előmenetelét, használt, díszét, stb. Eszközölte, nem egyéb kölcsönös felvilágosítás és oktatás gyümölcsénél. A szüntelen diszkuszió, vita, szüksége tehát, azaz hidegvérű, barátságos, s minden oldalú vizsgálás és tanácskozás. Azt hiszem, ennek az időszerűsége az mindig fönnáll. Széchenyi elragadja az érvelés olykor, és egészen hát, kemény szavakat is használ. Nézzük ezt az idézetet például, hogy észtehetség, példa s a természet örök törvényei alig kaphatnak a sok szívköd, hiúsági gőzölgés s elme sötétség közt napvilágra. A tudatlan egyoldalú, s mindig ide-haza ülő azt hiszi, s ráesküdne, hogy a külföld minket csodálva irigyel, s csak Magyarország van eszében. Aláhúznám önöknek, hogy egy nagyszerű hazafi szavairól van szó, akinek a patriotizmusára visszatérünk még, ő az önteltség hibájára hívja fel a figyelmünket. Ha azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen mindig mi vagyunk a legjobbak, és nem mérjük magunkat a világ élvonalához. Itt jönnek immáron az ajánlásai Széchenyinek. Ez a csinosítás szó, ez akkor nagyon sok mindent jelentett. Csinosítsuk értelmünket, terjesszük tapasztalásinkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmetehetőssel, nagyobbítsuk könyvtárinkat, jutalmazzuk a tudományokban, művészetekben fáradozót, haladót, üljünk kocsira, szálljunk hajóra, s nézzük a világot, és emeljük hazánkat dicsőbb nemzetek során. Itt látható, hogy Széchenyi számára a nemzetköziség az nagyon fontos, de mindenkor a saját hazája javára akarja fordítani ezeket a dolgokat. Ugyanakkor ismét, mint minden más kérdésnél, a hitelt
szóba hozza, pénzünk s valóságos tehetségünk pedig addig. Sohasem lesz, míg a hiter lábra nem áll hazánkban. És hát kérem szépen, ebben a kontextusban jelennek meg olyan klasszikus jelentőségű idézetek, tehát ezek nem tulajdonképpen egyedi mondatok, hanem a gondolatmenet szerves elemei és konklúziói, mint a kiművelt emberfőről oly sokat idézett Széchenyi gondolat. Ugye az egyik mondat, amit a figyelmükbe ajánlok, hogy az ész erős, így az ész boldogság. Ez persze nincs mindig automatikusan így, ezért tenni is kell, ez nyilvánvaló. De itt van az igazi idézet. A tudományos emberfő mennyisége az ember igazi hatalma. Tipikus reformkori gondolat, tulajdonképpen ezt nagyon sokat szoktuk a tudós emberfőt idézni Széchenyitől. Most csak egy példát hoznék föl, nem közvetlen ugyan a kapcsolódás, de egyértelmű, hogy Kölcsei Parainézisében is vannak Széchenyinek hatásai. Nézzük meg ezt a nagyszerű szöveget, ennek csak a végét idézném. Minden ismeretet a kor szükségeire és kívánataira, a jelenlét nemesítésére és a jövendő előkészítésére fordítani, és a tehetségig életbe hozni. Ezt kívánom én mindazoktól, kik a közdolgokban forgandók. Azt hiszem, hogy ez az üzenet sem felesleges, mai korunk számára sem. Kigyűjtöttem Széchenyi módszereire vonatkozó megjegyzéseket is, sajnos át kell lépnem őket, mert kifutnánk az időből, a saját szakmámra vonatkozó idézetet is elhagynám, ugyanakkor az önismeretet a figyelmünkbe ajánlom. Amikor azt tanácsolja Széchenyi, hogy szintúgy ismerje a hazában nevelkedett gazda önálló helyét, s minden körülményét, mintha már meg lett korában hozta volna Isten Pannon vagy Kunság vidékire. Mert másképp a gyermeki kor behatási szemeit mindig homályban, s ítéletét örökkön kötve fogják tartani, s ő a középszerűség szomorú határin se magát, se hazáját túlemelni soha se fogja. Mindenek felett pedig ne keresse a hátramaradást, a hibát másban, mert mással nem, hanem inkább magában, mert magával parancsolhat. Széchenyi gondolatmenetében fontos az opozíció aláhúzása. Sok gondolkodó inkább kerékkötőt lát abban, aki vitatja a nézeteit, Széchenyi pedig ezt igényli és elemi feltételnek tekinti a helyes döntésekhez. A felvilágosító ellenzés hasznát senki nem tagadhatja. Hogy tudja meg az ember még legalacsonyabb helyzetben is az igazat, ha mindenki minden szavát igenli? Hát, hogyha valaki olyan munkahelyen dolgozik, ahol ilyen tapasztalat éri, akkor biztos csak véletlen lehet. És hát még magasabb lépcsőn, mint tanulhatja ki a dolgok igaz állapotját, ha hiedelmiben soha tagadóan nem lel? És ugyan hogy cselekedhetne józanul a dolgok miben létének valódi ismerete nélkül? Ugye itt az intézet szó az intézkedést jelent ebben. Tehát intézkedésről van szó. Tehát, hogy sok számos intézkedés miért szerkesztetett hiányosan, tökéletlenül és rosszul. Tehát magyarul miért történtek rossz intézkedések? Mert az alattvalók függésben lévén szólásnál tanácsosabbnak tartották a hallgatást. Itt a második bekezdés szeretném önöknek idézni, csak minden oldalú vizsgálat által lelhetni fel az igazságot. És ez csak a gondolatok legszabadabb közlése által valósulhat. Hol a beszéd korlátos, ott raba nyelv, s csak rabként szól. Át kell térnünk, hiszen az időnk nagyon fogy, egy nagyon fontos vonulatra, mégpedig arra, hogy Széchenyi a hitelt szélesebb értelemben is értelmezte, nem csak mint pénzügyi-gazdasági fogalmat, hanem az emberek közötti
bizalomnak a kérdéseként, és tulajdonképpen ez a kifejezés, ez szorosan összekapcsolódik a becsülettel, a szó szentségével, a cselekedetek egyenességével. Ebben a kontextusban értelmezi azt a kifejezést, hogy kreditum, azaz hitel. Sajnálom ezeket a nagyon szép gondolatokat, de hát az idő sürget, úgyhogy a hitel tehát azt is jelenti, hogy tulajdonképpen, ha hitelt nyújtunk valakinek, akkor bízunk benne. Tehát, ha nincsen bizalom, akkor hitelt sem adunk. A hitelesség tehát alapvető mozzanata egy gazdaságnak, sőt egy szélesebb társadalomnak is, és ennek az erkölcsi háttere megkerülhetetlen. Ezért Széchenyi a polgári erény előmozdítását állítja előtérbe, ahogy fogalmaz, bármi szerencsétlen helyeztetésű legyen is az ország, bármi láncok által legyen is lebilincselve a nemzet, előbb-utóbb mégis szabadabb létre vív, ha lakosiban a polgári erény tiszta vére buzog. S viszont, akármilyen boldog fekvésű legyen is egy ország, bármi szabadságokkal bírjanak is lakosi, lassan-lassan mégis rabigába görbed, ha romlott a tiszta erkölcs, és a polgári erény nem fénylik többé. Térjünk át most erre a kérdésre, hiszen a külföldi párhuzamok végig jelen vannak Széchenyi munkájában, és közben a szerző magyarsága az rendkívül erőteljesen kitűnik minden egyes mondatából. Nézzük ezt a hitvallást, ami ebből a szövegből következik. Nekem úgy látszik, stán minden csalódás vagy önkecsegtetés nélkül, hogy külföldön tett többszöri utazásim, helyszínen szerzett tapasztalásim és sok jeles emberekkel gyakorlott társalkodásim által egyről másról világosbb, kiterjedtebb s több oldalú értelmem lehet, mint sok más, nem oly kedvező állapotban voltaknak. És így azt bátorkodom remélleni, hogy a munkában előterjesztett, s a mindennapi vélekedéstől eltávozó jegyzésimet, azaz a szokásostól eltérő álláspontomat, honunk valódi jóakarói rossz néven nem veendik, mert azokról említést kirekesztőleg azért tevék, mivel használni kívánok. Hát eljutottunk a patriotizmushoz, ami Széchenyi személyiségének egyik meghatározó vonulata. Nézzük meg ezt a hosszabb idézetet, nagyon tanulságos. Nem az cselekszik bölcsen, ki hazaszeretetét abban helyezteti, hogy minden idejét annak dicséretére pazarolja, hanem inkább az, ki hátramaradásit fejtegeti, s boldogításában elősegélleni fáradozik. Ami igazán jós kitűnő, nem kell annak dicséret, fénylik a gyémánt magában is. Kell tehát ismerni hazánk javait, hiányit, s helyzetünk minden oldalit, mert csak így bírhatjuk valódilag jól magunkat. Hogy az országban, ami hátra van, előre menjen, s ne talán félre, ahhoz legény kell a gátra, s ember a szó legvelősbb értelmével. Most hozzáfűzném, hogy itt a nemzetiség nemzetet jelent ebben az esetben Széchenyi. Tehát kell a nemzet, mert csak úgy bírhatja magát kiki jól, ha az marad, mivé Isten alkotá. Széchenyinél összekapcsolódik a hazafiság a kritikával is, ezt már az előzőekből is láthattuk, összekapcsolódik a pragmatizmussal és a jövő orientációval is. Nagyon híres idézetről van szó, az utolsó mondat, de az egészetre vessünk egy pillantást. Munkám tartalmából kiki azt fogja látni, hogy a végsőségeket s túlságokat gyűlölöm, s békítés barátja vagyok. Szeretném a számos felekezetet egyesítni,
S inkább a lehető jót akarom elérni középúton, mint a képzelt jót. A lehető jót, mint a képzelt jót. Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazám fia, hanem inkább előre. Nincs annyi gondom tudni, valaha mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mit lehetünk, s mit leendünk. A múlt elesett hatalmunkból a jövendőnek urai vagyunk. Ne bajlódjunk ezért hiába való reminiszcenciákkal, múltba révedéssel. De bírjuk inkább elszánt hazafiságunk, s hív egyesülésünk által drága anyaföldünket szebb virradásra. Sokan azt gondolják, Magyarország volt. Én azt szeretném hinni, lesz. Ne felejtsék el, a szöveg a 19. század elejéről származik. A történelemben azóta történt egy és más, mint tudjuk. Nos, a következőkben akkor én próbálom rendszerezni még ezeket a problémaköröket. Tehát helyzetelemzés és a kornak szóló üzenet, a hazai feudalizmus teljes válságának a bemutatása, nem csak gazdasági elemzés, társadalmi elemzés is, és a szegénység valódi oka nem csak a gazdaságban, hanem a feudális berendezkedésben kerül azonosításra Széchenyinél. Az egész rendszer elavultságára hívja fel a figyelmet, gyógymódként pedig a feudalizmus felszámolása, a polgári társadalom kiépítése a cél, és megfogalmazza magának az alkotmánynak is az átalakítását, ez pedig ez az igény ütközött a nemesség széles körének az értékrendjével és az álláspontjával. Provokatív jellegű volt ez az ütközés. És gondolják csak meg, pusztán a hitel probléma köréből vázol fel egy ennyire átfogó és komplex rendszerkritikát. Az ütközetet tudatosan vállalta. Azt hangsúlyozta, hogy a régi törvény nem kötheti meg az újnak a kezét. Provokatív módon állította pellengérre az általa hibásnak tartott megszokásokat. Alapvetőnek tekintette az intézményi változások mellett az egész közgondolkodás átformálását. A maradiságot kíméletlen gunnyal bírálta. A reális önismeretre vonatkozó idézeteket hallhatták önök is, a változás kiinduló pontját ebben határozta meg. Ugyanakkor a polgári átalakulás nem csak gazdasági, intézményi vagy jogrendszerbeli változásokat, hanem értelmi, viselkedésbeli, kulturális és morális fordulatot is feltételeztek Széchenyi szerint. Tulajdonképpen ez utóbbiakat foglalt össze a csinosodás szavával. Megosztotta olvasó közönségét a hitel kritikája. A nemesség egy része azonosult, sőt lelkesedett Széchenyi gondolatai iránt, mások másképp látták ezt. A haladás vagy a maradás dilemmája volt ebben az időszakban meghatározó, és hát a hitel az mai szóval érve bestseller lett, hiszen egyetlen év alatt 4 kiadása jelent meg, 1 németül, 3 pedig magyarul. Tehát a nagy visszhang az tulajdonképpen ebben a kontextusban értelmezhető, hogy haladás vagy maradás. Hát ugye a kritikus bírálók azok nyilvánvaló elsősorban az önmaguk világát megőrizni kívánó nemesek, akik hát olyan vélemények is voltak, hogy parasztlázító, birtokháborító, alkotmányfelforgató. Tulajdonképpen minőségileg más kritika, de nem hagyható figyelmen kívül gróf Dezsőfi Józsefnek a bírálata, aki egyébként rendi kategóriákba gondolkodó óvatos reformer volt. Tehát a reform gondolata nem volt idegen tőle, ez a taglalat volt ez a bizonyos bírálat, ami már 1830 végén megjelent.
Tulajdonképpen úgy gondolta Dezsőfi, hogy a rendi Magyarország megreformálható a rendi társadalom megszüntetése nélkül. Dezsőfi gondolatmenetében az adózó nép atyai támogatása, tehát egy jobbágyok iránt kedvező magatartás is szerepet játszott. Tulajdonképpen még korlátozott nemesi adóztatást is elképzelhetőnek tartott volna, és Dezsőfi alapvetően azt a rendi ellenzéki hagyományt követte, amelyik tulajdonképpen kicsit ilyen kurucos alapokon az ország önállóságát a Habsburg birodalmon belül hangsúlyozta, és tulajdonképpen a kurucosság mögött valójában a rendi társadalom fenntartásának az igényét fogalmazta meg. Hozzá kell tenni, hogy nagyon sok megfontolandó javaslatot is tartalmazott a taglalat, azon túl, hogy Széchenyi alapgondolatait megkérdőjelezte. Itt látjuk Dezsőfi Józsefet, és itt a taglalat címoldala. Tehát Dezsőfi elfogad nagyon komoly reform lépéseket, bírálatában pedig tulajdonképpen sok szempontból kiszerű részletkérdésekre összpontosít, és itt jön a lényege a kritikának, hogy Széchenyit, az angliai tapasztalatait ötletszerűen átültető álmodozónak állítja be, a hazai viszonyokra alkalmazhatatlan teóriák követőjének kiáltja ki. Két markáns módon eltérő megközelítésről van tehát szó. Dezsőfi megközelítésének csomópontja a sarkalatos törvények, az alkotmány erejű törvények változtathatatlansága. Tulajdonképpen ezt a régi típusú sérelmi ellenzékességi érveket ötvözi mezőgazdaság centrikus rendi társadalmat megőrizni kívánó reform terveivel. Széchenyit ez vitára késztette, fölvette a kesztyűt, már a taglalat megjelenésének hónapjában hozzákezd a válaszhoz, sok szúrás és epe ellenem, ahogy írja a naplójában. Majd felelek neki, kiméletesen. Nos, a világ ez a következő munka, ami kifejezetten ennek a vitának a jegyében fogalmazódik meg, és tulajdonképpen ez a munka meglehetősen reflexív a hitellel, és azt hangsúlyozza, hogy a kiváltságokra épülő alkotmány gyökeresen átalakítandó. A haladást állítja középre, ezt tekinti meghatározónak. Egy fokozatos társadalom átalakulási folyamat modelljét körvonalazza, ezt nem részletezem önöknek, hiszen az én szűke feladatom a hitel, de lássuk, hogy a világ is ebből származik, majd pedig végül a stádium az, ami 1833-ban a konkrét reform terveket összefoglalja, ebben már törvényalkotási program található, a cenzúra azonban nem engedte ezt megjelenni, és ezért Lipcsébe kellett kinyomtatni a stádiumot. A stádium több mindent is jelent, ugye nem csak állapotot jelent, hanem akaratot és fejlődési szakaszt is jelent. Tulajdonképpen itt láthatjuk, hogy Széchenyi az általa kívánatosnak tartott rendszer kibontakoztatását lépésekbe és kompromisszumokkal akarta megvalósítani. Folyamatosan visszautalt a hitelre és a világra. Nézzük arany örökbecsű szavait. Hitel, világ és stádium, ti három. Nem kézzel írt könyv, mely bölcsel tanít, de a lét és nem lét közti határon egekbe nyúló hármas piramid. Ez a három zseniális munka, ami Széchenyi munkásságának nagyon markáns vonulatát képezi, és hát tulajdonképpen én nekem elfogy az időm, bár az előadásomat 10-kor kezdtem, úgyhogy még ha jól számolom, 5 percem van. Tehát azt ígértem önöknek, hogy folyamatosan utalok korunkra is, nem könnyű feladat ilyen súlyos olvasmánnyal, mint a hitel a kézben. Itt tulajdonképpen visszatérek erre a mozzanatra, hogy a hitelesség a bizalom előfeltétele,
és ennek ugye korunkban is óriási jelentősége van, ezért meg szoktuk különböztetni a bizalom szélesebb fogalmán belül a személyek közötti bizalmat és a rendszer szintű bizalmat. A személyek és a rendszer szintű, ez különösen fontos a gazdaságpolitikában, ez a rendszer szintű bizalom. Ennek kulcsfontossága van a szereplők szabálykövető magatartásában. Alapfeltétele az intézményrendszer hatékony működésének. Miért? Mert a jövő rendkívül bizonytalan, piaci körülmények között rengeteg kiszámíthatatlan eleme van a jövőnek. A jövő bizonytalanságának a csökkentését intézményi kiszámíthatósággal lehet csökkenteni. Előmozdítja a gazdasági szereplők számára hosszú távú tervek kimunkálását. Ahol a bizalom alacsony szintű, ott nem készülnek hosszú távú tervek, ott a rögtönzés a jellemző. Azaz a bizalmi környezet hiányának komoly következményei vannak. Előtérbe kerül a szabálykikerülés, lerövidülnek a döntéshozatali horizontok, nem csak az egyének számára természetesen, és ilyen körülmények között jellemzően elmaradnak a szerkezeti reformok, politikai ciklusok alakulhatnak ki, laza pénzügyi szabályozás alakulhat ki, illetve a gazdaság ciklusaiból adódóan nagyon súlyos mozgások, nagyfokú kilengések. Az egész intézményi rendszerbe vetett bizalom léte meghatározó jelentőség jogkövető magatartás szempontjából. Ugye ezt jól tudjuk, hogy a jog akkor működik jól, ha önkéntesen követik a jogot. Ha pusztán félelemből tartják be a jogszabályokat a társadalom tagjai, és egyébként igyekeznek megsérteni a szabályokat, akkor a normák nem működnek jól. Azaz tulajdonképpen a jövő fundamentális bizonytalansága, a jövő szerkezetéből fakadó bizonytalanság az, amelyik aláhúzza a jelentőségét az intézményeknek és az intézmények kiszámíthatóságának és hiteles működésének. Ez a bizonyos rendszer szintű bizalom. A léte vagy hiánya kardinális jelentőségű egy gazdaság és egy ország szempontjából. Ez a tág értelembe vett intézményi minőség, a közigazgatás integritása és hatékonysága. Ezeket most nem magyarázom. Lássuk be, hogy a hitelesség és a bizalom kategóriái Széchenyinél is központi jelentőségűek, és a mai közgazdaságtan számára is, az intézményi közgazdaság jellemzések számára meghatározó jelentőségű elemek. Széchenyi munkássága lenyűgöző. Széchenyi munkája nem könnyű olvasmány, de az olvasás Széchenyi géniuszának a megélése rendkívüli élményt jelent, és nagyon inspiratív lehet minden ember gondolkodása számára. Széchenyi kőbe foglalt alkotása az akadémia tulajdonképpen ma is üzenetet hordoz az egész ország számára, és nyilván Széchenyi akadémiája tagjának lenni, az mindenkit arra kötelez, aki ebben az akadémiában közreműködik, hogy az ország érdekébe megtegye mindazt, ami lehetséges. Befejezésül Széchenyi emlékezete című Arany János versből idéznék. Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul, mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik, melyhez tekint fel az utód erénye, óhajt, remél, hisz és imádkozik. Köszönöm szépen a figyelmet. A film a KÖFOP 2.1.2 a jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés című projekt keretében készült. Készült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.